Almát válogatnak az apagyi hűtőházban, a településen számos család a mezőgazdaságból él meg, valamint helyben a közmunka egy részét is agrártevékenységekre építik. Ez a hűtőház az apagyi ipari park területén található. Az ipari park cégeinél összesen 400 fő dolgozik, nem csak apagyiak, hanem a környező településekről 100-120-an járnak bedolgozni. Jelenleg elsősorban mezőgazdasági termékek feldolgozását biztosítják ezek az üzemek, fagyasztóüzem, leüzem, mezőgazdasági szolgáltatás, hűtőház, samanyító üzem, ami konyhakésztermékeket állít elő. A településen a kisvállalkozások fontos szerepet töltenek be a foglalkoztatásban, hiszen minél több munkahely van helyben, annál nagyobb a lakosság megtartó ereje egy településnek. Az agrárcégek mellett egy bútorgyártással foglalkozó vállalkozás is működik a területen, ez a cég pedig közúti jelzőtáblákat, reklámtáblákat gyárt, útburkolatfestést, szalagkorlát építést vállal. További 60-70 fővel növelhető a foglalkoztatottság az ipari parkban, ha megépülhetnek azok az új üzemek, amelyre az önkormányzat Kft.-je pályázott. Egy hűtőház, egy színes sűrítő üzem létesülhet pályázati forrásból. A fejlesztése a pályázatnak a nagyságrendje a 4-500 milliós nagyságrend. Nyilván ezeknek az üzemeknek ilyen nagyságú bekerülési összege van. Ennek a színes sűrítő üzemnek, ezt emelném ki, ennek megvan a piaci háttere is per pillanat, és szeretnénk megteremteni a térségben egy közfoglalkoztatásnak egy háttér lehetőségét, úgyhogy ültetvényeket telepítenénk erre az üzemre. Elsősorban málna, ribizli, eper, áfonya, tehát ezeknek a feldolgozása válik, erre nyílik lehetőség, és hát bízok benne, hogy ehhez csatlakoznak további települések. A feldolgozó üzemek a mezőgazdasági termelőket is segítik majd. Egyébként ebben a pályázati ciklusban kiemelten támogatottak a feldolgozóiparra épülő beruházások.